Azt mondom, így ízt együttes, szenátor, Takács Tamásben, Kártágom. Akkor a mai legenda rovatunkban kit is köszönhetnénk, mint Takács Tamást. Szia! Szervusztok! Oh. Hello, sziasztok! Téged is szeretlek. Jó, igen. Szia! Ebben a rovatunkban mindig azt csináljuk általában, hogy nem csak az aktuális dolgokról beszélünk, mert arról is fogunk, hanem mi vagy egy legenda az egész életpályádnak, ha kiemelnéd azokat az állomásait, ami számodra fontos volt, vagy mondjuk meghatározta az életedet, vagy tovább vitte, vagy éppen nehézségekbe ütközött, mert néha minden rosszban van valami jó, és az lendíti át az embert. Hogy kezdette egyébként, ha lehet, hogy rossz az információm, de te vízilabdáztál? Igen, úsztam, alapvetően úsztam. Igen, alapvetően úszó voltam, a Ferencvárosi Tornaklub úszója voltam, majd mikor úgy olyan 15-16 éves koromra kiderült, hogy olimpiai bajnok már nem leszek, akkor átmentem egy izgalmasabb sportágra. Az durva, igen. Mert az úszás egy rendkívül egészséges sport, viszont van egy hátrány, hogy iszony unalmas. Tehát még a futó is tud nézelődni futás közben, de én csak a medence alját nézem oda-vissza. Na, minden esetre vízilabdáztam. Akkor én már zenéltem, mikor én vízilabdáztam. Tehát a zenélés az nekem ilyen, nem tudom, a idők homályába vész. Tehát a szüleim már 8-9 éves koromban elvittek a Csányi, emlékszem az esetre, a Csányi László és Bokka Valéria meghallgatása volt a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusában, mert hogy a gyerek állandóan énekel, dudorászik otthon, csapkodja az asztal, dobol az asztalon és dudorászik. Na most elvittek Csányi Lászlóhoz és Bodka Valériához, ők tapsoltattak, emlékszem rá, 8 éves voltam, de emlékszem rá, tapsoltattak, meg én mondták, hogy énekeljek valamit, majd közölték a szüleimmel, erre nem emlékszem, mert félrehívták őket, hogy a gyerek teljesen botfülű és nincs ritmusérzéke, úgyhogy felejtsék el. És attól kezdve én ugye 10 éves koromban akartam kérni egy gitárt 10. születésnapomra, és mondták a szüleim, hogy az ország legjobb szakemberei megmondták, hogy te teljesen tehetségtelen vagy, úgyhogy te nyugodtan úsz, sportolj, tanulj sokat, de a zenét azt felejtsd el. Általános iskolában már alapítottunk zenekart, szerintem minden egészséges férfi. Persze, a 60-as évek. A 60-as évek. Csajozáshoz is jó. A 60-as, akkor még nem foglalkoztam csajokkal, de a zenészet 13 évesen nem csajok, sőt a csajokat utáltuk, mert azok nyafok. 13 évesen még utáltuk jó, a csajokat. Jó, tényleg akkor még ezért hajúzogatás, tudom. Rángattuk a hajukat, tudom, a csajok állandóan, a csajok állandóan. Rúgdossás, popozkodás. Igen, a csajok állandóan röhögcséltek, és hülyék, nyafognak, sírnak, nyafognak és röhögcsélnek, és nem lehet velük beszélgetni. Hát borzasztó. Hát egy 12-13 éves. De hogy nem változik ez a vélemény? Hihetetlen. Hát csak kicsit. Csajok továbbra is nyafognak, meg röhögcsélnek, meg butaságokról beszélgetnek, viszont tudunk velük egymást kezdeni. Na, akkor nem mondom el a fiúkat. Kiválóan főznek kávét, nagyon jól velük szerelmeskedni. Ezúton szeretnék köszönetet mondani édesapámnak és édesanyámnak, hogy nem voltak mások. Tehát tudunk azért előnyét a hölgyeknek, nagyon aranyosak, és nagyon szeretjük őket, én nagyon szeretem a hölgyeket, most már csak egyet, mert nősember vagyok. De azt akartam mondani, tehát most visszatérve a szexuális témákról, tehát zenért, már általános iskolában alapítottunk zenekart, mint minden egészséges fiúgyerek a 60-as évek óta, És akkor én mindig azon kardoskodtam, hogy én dobos akarok lenni, mert volt egy ilyen nagy áttörés, emlékszem, meghallottam Jimi Hendrixnek a Fire című szállt, és akkor én elhatároztam, hogy dobos leszek, hogy én dobos leszek. De hát szegény szülők, sajnos én szegény családból származom, és sose volt pénzem dobfelszerelésre, és ezért mindig mondták, hogy Tamás, van olyan dobosunk, aki nem tud ugyan dobolni, de van szerelése, te majd addig, de nekem nincs semmilyen hangszer, mondták, hogy akkor énekeljé. És akkor én mindig énekes lettem minden zenekarban, ez volt az alapállás, és akkor végigjártam mindenféle gimnáziumi zenekarokat. Egyszer a Berzsenyi gimnáziumban alapítottunk egy zenekart a Dorozsmai Petivel, meg a Sós Balázsral, aki aztán szintén befutott függetlenül tőlem. Voltak nagy találkozók. Kölcsei gimnáziumban olyan emberekkel játszottunk együtt, mint a jazz vonalon lettek híresek, mint a Gerizon, a Vasvári Pali, a Dres Misi, a Lakatos Tóni, ilyen gimnáziumi zenekarokban. Tehát akkor már úgy alaforrongott a magyar zenei élet. Engem, én az első profi zenekarom Forma 1-nek hívták, ahol már pénzt kerestünk azzal, hogy izé, tehát... Elárulod mennyit? Nem tudom, nem emlékszem. Összegekre nem emlékszem, de az, hogy pénz, tehát azért, hogy pénz, hogy zenélek és pénzt kapok. Egyébként ez egy óriási feeling volt, és ilyen szempontból sajnálom a mai fiatalokat,
hogy akkor még nem volt olyan elterjedt a diszkó, szóval nem voltak ilyen jó diszkócuccok, és táncesteken, tehát gimnáziumi szalagavatókon nem egy darab diszkóst hoztak oda, amelyik ott tekergett valami gombot, hanem meghívtak egy zenekart, és akkor mi ott játszottunk Paul McCartney-tól, a Bonnie M még minden, Black Sabbath-ot, Led Zeppelint, a Bonnie M-et marhára utáltuk, By the Rivers of Babylon, de a közönség szerette. Tehát most azt akartam mondani ezzel, hogy ott helyt kellett állni. Tehát volt egy rögtön visszajelzés, hogy te, neked el kellett játszani a, mit tudom, a Bonnie M-től, a Rivers of Babylon-t, ha szereted, ha nem. Nagy iskola. És akkor ezt így megtanultuk a szakmát pontosan. És a következő nagy állomás, amikor megalakult a Kártágó, és akkor nekiállt a Szigeti Feri, meg a Gidófalvi Attila énekest keresni, és akkor engem is megtaláltak a Budai Parkba, Szigeti Feri odajött hozzám, hogy hallom, hogy te nem vagy ügyetlen, és hogy gyere le egy próba éneklésre, és akkor én lementem remegő térdekkel a Kártágó, mert hogy ugye a Szigeti Ferit ismertem a tévéből, a Corvinából, meg a Gidót, meg a Beatrice, azért járogattunk, mi a punkok volt, tudod, fiatalok, nagyon szerettünk punkok lenni, és akkor lementem a próbaterembe, és akkor ott, na, akkor énekeljek valamit, és akkor elénekeltem nekik a Béres legény jól megragad a szeg. Én mondtam, hogy egy népdal jöhet, egy népdal, mert én akkor tanultam, én hangképzésre jártam, és akkor ott tanultam egy Béres legény jól megragad a szekeredet című magyar népdalt, elnyomtam, akkor elnyomtuk, megbeszéltük, hogy mit tud, elnyomtuk a Büszke Méri című Creedence Clearwater Revival nótát, és meg valami blues-t improvizáltunk G-durban, és akkor mondták, Tomikám, akkor hétfőtől próba, délelőttönként próba, és akkor délelőttönként mentem próbálni Kártágóval, és akkor megvolt az első lemezfelvétel. Mondták, hogy akkor még én nem voltam, mint dalíró nem, hanem ők írták a dalokat, mondták. Az első, még emlékszem, az első nótára az volt a Apáink útján című, a 8-as stúdióban remegő térdeken, mondták, hogy az ott a mikrofon, egy ilyen marha nagy kerek izé volt rajta, egy nagy bumszli mikrofon, én még életemben ilyet nem láttam, és akkor megtanultam a szöveget, hogy kutatjuk, honnan érkeztünk, és akkor az volt az első felvétel. És volt benned akkor egy ilyen, amikor tesz, hogy na, itt állok most, úristen, a zenekarnak vagyok az énekes, hogy tényleg ott vagyok, itt vagyok, itt van előttem a kis mikrofon, ezt most vesszük föl, ebből lemezes, és eljutottam ide, most itt vagyok. Ami mit tudom én, előtt egy ilyen álom volt, vagy csak gondoltam rá, mindenki ezt mozizza be, aki énekes, hogy mindig vannak ilyen előrevetített képek, nálam is bárkinek, hogy fú, ha ott lennék, és az meg lesz, megvan az az álmod, igen, nekem az volt a feelingem, hogy volt egy egészséges önbizalmam, hogy én szerintem én jól énekelek, de én ezt majd szeretném megmutatni egyszer, lesznek unokáim, gyerekeim, unokáim, én ezt szeretném megmutatni, hogy apátok valamikor énekelt, és akkor nekem ez volt, hogy fú, de jó lemezfelvétel, akkor én ezt majd meg fogom tudni mutatni. Hát mert ez már megmarad. Az utó, igen. Ez örök. Így van, és ez egyébként a hátránya is, mert azért kell nagyon vigyázni, mert már volt olyan felvétel, amiben hagytam valami hibát, hogy jó az meg minden, és akkor életem végig azt hallgatom, hogy hú, azt ott elcsesztem. Tehát ez mindegy, a lemezfelvételnek van egy ilyen varázsa, hogy tényleg az ember. Tehát valami úgy érzi, valami maradandót csinál. Tehát én nekem ez volt akkor a cél, és hát ez bejött, és ezt nagyon szeretem. És robbantatok is. Tessék? És robbantatok is. Robbantunk is, igen. Hát én emlékszem, mikor voltunk valami Ori turnébe, az első koncertek egyik, és volt ilyen Ori ügyelő, és akkor Feri tudna erről mesélni, hogy már nem emlékszem a nevére, meg kellemetlen is lennéne, hogyha emlékeznék rá, mert mondta, hogy ez a Takács, azt mondja, ez a Takács, ez nagyon ügyes gyerek, meg jó fazon, de miért ugrándozik? Miért nem tud egy helybe állni, mint a Vikidál, meg a Szörényi Levente? Igen. És mondtam, hogy én próbálok egy helybe állni, de én beszélni sem tudok. Vagy, szokták a másik oldal kérdezni, hogy te is hogy gyakoroltad ki a mozgásodat? Mondom, én életemben nem gyakoroltam semmilyen mozgást. Persze. Mondom, sőt, én nem is nagyon szeretem az ilyen egyszerre ugráló táncolós embereket. Az nekem pont elvesztés pont. Hanem én, ha beszélek, se tudok, nem tudok így beszélni, hogy akkor most azt szeretném mondani, hogy én gesztukálok, ez jön. Aztán
aztán jön. Én voltam, amikor most is beteg voltam, és nem tudok megmozdulni a színpadon, akkor én nagyon szarul érzem. Akkor én rosszul érzem magam. Hiszen persze. Akkor nem azt adod, ami jön neki belőle. Hát igen, hát akkor az ember ott le van kötözve az ember. De voltam már gipszben, énekeltem, és kérdezték, hogy hogy fogsz énekelni. Hát mondom, nem a lábammal énekelek, hanem a hangommal, az meg nincs begipszelve. Meg egyébként a színpad, amikor az ember könyvi a színpad, akkor teljesen mindegy, mi fáj előtte vagy, hogy ahogy kilépsz, ugye azért az úgy szépen eltűnik, igen, az jó, és akkor ott van az ember, átadja magát, koncert, aztán össze lehet esni. Előtte, utána, de közben nem. Hát mikor a Stones, igen, mikor a Stones előtt játszottunk, a Népstadionban a bluesbanddel játszottunk a Rolling Stones előtt, 95-ben, akkor ugye meglestük, ahogy jöttek le a izéről, tudod, és egyedül a Keith Richard az a színpad mögötte, és utána is ilyen karate mozdulatokat tett a izé, de többiek így összeestek, és így mentek, tudod, lefelé. Akik addig-addig szaladgáltak, van, azok így izé... Oda tették magukat. Persze, tehát ott figyelj. Én felszaladtam arra a hídre. Én felszaladtam arra a hídre, amin a Mick Jagger 2 órán keresztül rohangászott. Én egyszer felszaladtam, itt megráztam a popsimat, a közönségnek nagyon tetszett, így utánoztam néhány másodpercig a Mick Jagger. És ez a Voodoo Lounge turné volt, ilyen két ilyen futó, fölfutó volt. Na most nálam a Mick Jagger 17 évvel idősebb, azt hiszem. De én kiköptem a tüdőt. Tehát mire felszaladtam, és mondom, gitárszólalt, felszaladok, megrészállom a seggemet, és visszaérek a gitárszóló végére. Hát alig értem vissza, és kiköptem a tüdőmet. Bizonyám. És mondom, ez a csávó majdnem 20 évvel idősebb. Igaz, hogy könnyű, mert ő 50 kiló, én meg 90, tehát neki kevesebb súlyt. 150 centi és 50 kiló, meg több pénzt keres. De... ja, attól jobban futunk. Figyelj, az biztos. Van az a pénz, amiért repülünk. Úgy szaladok. Van az a pénz, amiért repülünk. Persze, hát figyelj, a Keith Richard mondta, hogy a Rolling Stones minden pénzt elvisz a városból. Tehát azért az fontos. Hát ez figyelj, ez fontos. Hát a Rolling Stones. Igen, mert befizetik az emberek a belépőt, mert tudják, hogy kapnak valamit érte, nincsenek átverve. Mert tudok olyan előadókat, akik átverik a közönségüket, ők nem azok, és én sem vagyok az. Hát ezt tudjuk rólad, úgyhogy. Köszönöm szépen. Ő szokták kérdezni, hogy te is föllépsz, és élőben? Ja, mondom, ez mindig az élő, én tudom, még holtan sose élő, hogy igen. Én még holtan sose léptem föl, és nem is szeretnék. Tudom, hogy van ilyen, szokták, igen, hogy majd tudom. A vászon meghalok, és akkor mondják, hogy jaj, olyan Takács, és akkor duót énekel majd valaki vásznon keresztül, hogy a vásznon énekel. Jaj, tudom, igen, ezt csinálták a Nat King Cole, meg a Natalie Cole, mindegy, lánya, én nem találom ízlésesnek, de hát... Meg egy páran ezt jó, ez páran már. Elsütik ezt a izét, hát mit egészségükre engedélyezem nekik, de én nem fogok örülni neki föntről. Remélem, hogy már mosolygok, jó van, csináljátok gyerekek. Azt mondd el nekem, hogy mit csináltál Amerikában? Amerikában? Óriási film. Megnéztem Amerikát, megnéztem, hogy mit lehet, hogy lehet-e vinni homokot a sivatagba. Hát lehet? Nehéz lehet, nem nagyon. Meg hát ez az amerikaiak... Figyelj, hát magyar barátai meghívtak bulizni egy kicsit, hogy nézzek körül, meg minden, és nagyon köszönöm ezúton is nekik. És piac felmértünk, hát óriási azért. És figyelj, az mit találtatok? Az, hogy van normális, tudod mit találtam? Van normálisan működő társadalom. Ne hülyeskedj. Normálisan működik. A közértben nem anyáznak mögötted, hogy szedd már össze a cuccaidat, mikor fizetsz az izébe. Akkor ugye bedobálják, nem a bankkártya, hanem bedobálják ilyen nálunk is, ilyen lejtőre bedobálják, igen, a cuccodat, tudod, és mondják, hogy mit 2000 forint, akkor te kifizeted, és utána elkezded bepakolni a cuccaidat, és közben már anyáznak mögötted, meg már dobálják a izét. Na most Amerikában ez nem úgy van, hanem van nálunk munkanélküli lenne, ott meg ilyen 8 általános végzett junkie, az a dolga, hogy mire te fizettél, addigra már benn van egy nejlon zacskóba a izé, és átnyújtja neked az el. Ezért kap 100 dollárt hetente, van munkája, nem anyáznak a sorban előtted, te is gyors, a boltos több árut tud eladni, tehát működik. Őrület. Ez csak egy példa, csak arra mondtam, hogy és ez hogy mindennel így van, hogy működik a társadalom. Együtt sétálgatnak, mint ekkora pajeszos zsidók, arabok, kínaiak, nem bántják, mindenki normálisan el vannak az emberek. A gyári munkás megél a fizetést, olyan háza van, hogy nálunk a milliómosoknak nincs olyan háza, megél a fizetését, biztos jó, nekünk nincs olajkincsük, nekik van, de most hagyjuk a közgazdaságtan, de azt láttam, hogy normálisan ki van találva a társadalom. A rendőr az, mondta, megpróbáltam, mondom, álljunk meg, pisilnem kell, azt mondja, nehogy az országot menem pisil, mert itt van erre 100 dollár. Az visznek, azt tudod. Egy pisilés 100 dollár, érted? Az út mentén.
Hát nem csinálnak így, de mondják, hogy maga pisil $100, viszont ameddig nem követsz el törvénybe ütközőt, addig nincs olyan, hogy ország, ellenőr, hogy hívják, közúti ellenőrzé. Ez fel, a tisztességesen közlekedő emberhez oda se mehet, meg se szólíthatja a rendőr. Addig, ameddig te nem követsz el kihágást, addig hozzád se szólhat a rendőr. Viszont mikor ízé, akkor puff, de buli, akkor viszont nagyon akkor viszont álmod, behozza lemaradást jó, hát azért. Nagyon helyes. Figyelj, hát én láttam, mentünk el egy diszkó előtt, és mondom, mi ez a tömeg? És láttam, hogy térdel a csávónak a hátába. Ízé, tudod, mit én valamit rendezkedett a helyi mexikói, a helyi diszkó előtt, a rendőr. Ipopot volt, már hátul volt a keze, bilincs rajta, jó nap. Igen, így kell csinálni. Tök normális. Én is már izé volt, hogy ellenőriztek hajnal 4-kor itt Budapest, és mondom, elnézést kérek, én innen, tudok innen 5 méterre egy helyet, ahol Isten bocsássa meg a becsületesen dolgozó ukránokat, de nem becsületesen dolgozó ukránok ülnek benne, személynek. Mi nem azokat cseszteti? Mi jövünk haza a koncert, minket cseszteti? Vagy aztán megkérdeztem a rendőrt, maga se szeret dolgozni, mi? Na, tehát ez a Magyarország, tudod? Ez jó, tehát, hogy a becsületesen dolgozó embereket nem csesztetik. A bűnözők viszont sissúgy, az tényleg fönn van a keze, azonnal hátra csavarva a keze. Jó napot, köszönöm szépen. Mert tapasztaltuk, áthátunk valami izét, sebességkorlátozást, megjelent mögöttünk a izé. De a semmiből, nem? A semmiből. Tehát sivatagon mennél 360-nal, és akkor is ott lenne. Egyszerűen megállt, ott van. 90-nel mentünk. És ott van. Ekkora kolt az oldalán, rágozott, jó napot kívánok, 90-nel ment. Mennyibe kerül? Semmennyibe nem kerül, hanem majd jön vissza. New Yorktól voltunk, New Yorki lakos volt a kollega, New Yorktól voltunk 1200 kilométer. Azt mondja, nem, jön a bíróságra. Jaj, de jövő jó. Jövő héten. De hát én New Yorkban lakom. Azt mondja, látom. Nem baj, akkor is jön. Rágózott, ekkora kolt az oltalán, 90-nel mentünk 70 helyet, bocs, jön a bíróságra. Lazán. Na most mindegy, hosszú voltam egy kicsit. Azt vettem észre, hogy Amerika működik. Tehát mindenki tudja a helyét, rend és van. És ennyire működik, akkor nem gondoltál azt, hogy kilibbensz? Hát, egy de kicsit. Gondoltam, csak nem tudok jól angolul. De nem, figyelj, akkor ja, meg itthon, yes, és akkor no mi lesz cat, a... dog, ennyi, that's it. Nem, akkor mi lesz a Kártágóval, mi lesz az Easter, mi lesz a Takács Tamás Búzbendel. És mi van az Easter? Jól van. Holnap nem tudom, mikor megy ez adásba, jövő héten lesz majd mindegy. Akkor volt. Nem. Ha később, mindegy. Igen. Tehát lesz 19-én a Zicsi kertben egy nagy koncertünk. Játszik, most volt nemrég, föl is vette a tévé, a budapesti MR, Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával volt egy közös produkció. Az nagyon szuper. Nagyon szeretjük. Nekem ilyen hármas, nekem ilyen persze. Szent háromságom, igen. Ugye a Kártágóba kiélem, mert kérdezik, hogy tudsz állok zene? Nekem szükségem simán. Van. Mert a Kártágóban a nagy terpeszes rocker vagyok, a kemény férfi rock, az a rock, az izé. Az ízben kiélem az értelmiségi mi voltomat, tehát a magas művészet. És a magas művészet, igen? És a mondani való sűrűsége, és az egy ilyen szép, az egy ilyen míves, szép értelmiségi zene, progresszív rock, úgy hívják, de tehát egy olyan, azt az énemet tudom kiélni. A Blues band az meg a kommandó zenekar, az a bárhol, bármikor bevethető, akár a füvön játszunk teljesen. Tehát a blues az az ős minden. Szerintem a 20. század óta, talán az 1900-es évek óta, akkor volt ugye a nagy áttörés, amikor ugye a klasszikus zene már olyan magasságokba emelkezett a 19. századból, hogy azt már a Póri Halandó nem tudta befogadni, és akkor maradt a népzene, a népzene. A népzene az meg mindig olyan specifikus, és akkor szerintem akkor jelent meg a 1900-as évek elején a blues, mint az népek olvasztó tégeje, Amerika, jó, ugye a színesbőrűek, meg ott voltak az írektől kezdve a színesbőrű ember, megtanultam Amerikában, hogy négert nem szabad mondani, tehát színesbőrű embertársaim, afrikai, nem mondták ott helyiek, nem mondtam, de aranyos, de szép néger lány, és akkor mondták, nem néger, elvágják a torkodat, nem néger, színesbőrű embertárs, mondom, színesbőrű embertárs. Jó, hát mindannyian Noétól származunk, úgyhogy nincs ezzel, én sem vagyok rasszista, csak kicsúszott a számon, hogy néger, milyen szép néger emberek, mondták, hogy nem szép négerek, hanem színesbőrű embertársak. Jó, na, tehát
azt akartam mondani, hogy... hogy blues. Ja, hogy a blues. Tehát a blues az mindig az ős, ahova mindig oda-vissza lehet a gyökér, Stravinsky-tól, Bartók Bélán keresztül mindenki oda nyúlt, és mindenki a 20. század óta ez egy alapzene, és nekem az a... Neked az bejön. Az bejön. Hát az... A szüleim úgyis jazz, a szüleim swingre neveltek, ugye én mikor 8-10 éves voltam, akkor otthon a fülembe a Charlie Parker ment, meg a Dizzy Gillespie, meg Ella Fitzgerald, ezek szóltak otthon. És nem akkor... mindegy, hogy mit kezdesz el hallgatni egyébként, hát nem, és hála... nem mindegy, hogy mit kezdesz el hát tanulni, szüleim, vagy bármit. Az én szüleim ugye azok nagyon szép. Apukám amerikamániás volt, és már mit tudom én, a háború alatt a Sistergő rádión hallgatta, Benny Goodman-t, meg Duke Ellington-t hallgatott, és akkor ezt nekem is, tehát az már vénába, tehát 6-8 évesen vénába csöpögtették a Benny Goodman-t, meg a Charlie Parker-t, és akkor ugye, de hát ugye van az a vicc, hogy két jazzzenész találkozik, és az egyik mondja a másiknak, te megvettem a lemezedet. Á, te voltál az. Tudod, tehát a... Igen, igen. Tehát ez egy ilyen régi... Egyébként rögni fogsz olyan nagyon, az Amerikában sincsen másképpen. Tehát az az érdekes. Igaz is. Ez milyen, vágjátok ki. Igen. Játszottam itt a Tasszáron, meg itt is így mondtam, hogy fú, és most következik egy Muddy Waters nóta. És így néztek rám a színesbőri embertársak, hogy ki az a Muddy Waters, ők már nem emlékeznek rá. Mindegy, mi tudjuk, hogy ki az. Ez már vissza. Na mindegy, szóval nem akarok csapongani, tehát nekem ez a három, tehát a kemény rocker feeling, az a Kártágóban, az értelmiségi feeling, az értelmiségi feeling az az Eastben, és a mocskos blues, az hozzá ott. Még egy sört, az meg a blues bandben. És ez nekem, én ezzel úgy nagyon jól el vagyok. Azt látom rajtad, mert most jól vagy, úgy ragyogsz, olyan energia telebombával, itt vagy, repkedsz jobbra-balra. Jól vagyok. Nagyon sokat, jó. Nagyot töltöttem Amerikába, igen. Elhiszem. Egyébként tényleg megtanultam, hogy nem számít, hogy az a lényeg, hogy amit csinálsz. Azt apám is mondta mindig, csak én nem vetem komolyan, de itt láttam, hogy a társadalom ez alapon működhet, hogy ne foglalkozzál senkivel, csináld, amit csinált, és próbáld meg jól csinálni, a többi meg le van tojva. Tehát amit csinálsz, azt tessék jól csinálni. Apukám is ezt mondta, és én ezt megtanultam most, megint megtanultam, 5-7 évesen, 2 hét alatt Amerikában ezt megint megtanultam, hogy a teljesítmény számít, a többivel ne törődjél. Nem az a izé, ami itt megy, persze szélsőségesen persze fogalmazok, értelek. Mert ott is vannak hülyék, meg itt is nagyon sok aranyos ember van, de hogy ha szembe kell állítani, van itt egy úgynevezett magyar mentalitás, hogy az én tehenem megdöglött, akkor dögöljön igen. Meg a szomszédé is, ott meg egy másik van, egy olyan, hogy élni és élni hagyni, érted? Nem érdekel, hogy te milyen színű a bőröd, milyen a hajad. Te dolgozz, csinál, végzed a saját dolgodat, én is végzem a saját dolgomat. És hogyha szükség van segítségre, akkor kéred a fűnyírógépemet, kölcsön akarod adni, akkor kölcsön adom, mert úgyis visszafog. És vissza fogod, adom. Mert tudom, hogy vissza fogod adni, hát ennyi, érted? Tehát nem fogja senki ellopni, meg mert a legközelebbi... Jó, ez az ország, ez egy rovaképző, tehát ez jó. Legközelebb is kölcsön fogod tudni kérni, érted? Hát, tehát, hogy az ember, szóval, tehát azt néztem, hogy az emberek ott ugye nem foglalkoznak hülyeségekkel, tudod meg Viszont ha elvégzed a munkát, kifizetik a értejáró pénzt. Ez borzasztó. Képzeld azt, hogy elvégzel egy munkát, akkor nem lécelnek le az értejáró fizetsége, hanem kifizetik neked. És akkor te el halálig. Tudsz menni koncertre, és akkor a koncerten jól keres az énekes, és tud venni. És mindenki jól keres, nem? Igen, és akkor föl tudom újítani a konyhámat, amiért elhívom a építőmunkást, és ki tudom fizetni a konyhaizét, amitől aztán ő el tud menni a közértbe, és a közértes is keres, és akkor el tud jönni koncertre, és működik a gazdaság, és működik a társadalom, mert senki nem azon jár az esze, hogy hogyan verjem át a másikat, ennyi. Hát szerintem te még mész Amerikában. Gondoltam, látszik rajtad. Egyben a depresszió, így le. El is hiszem, úgyhogy ilyenek kellene. A fák ugyanolyanok ott is. De azért más. Kicsit nagyobbak. Jó, meg Floridában ott egy kicsit sok a pálmafa. Nem mindegy, hogy milyen fa. New Yorkban eleged van a télből, akkor $200 veszel egy repülőjegyet, és leszaladsz a izébe. Itt hova szaladsz? Maximum havatlapától. Jó, de ez egy más ország. Jó, hát ez kicsi, ezzel nem tehetünk. Ez más izé. De mindegy. Jó, erről tényleg nem tehetünk. De jó, el vagyunk. Figyelj, jó kis Kárpát-medence, fúj a szél mindenhol. Na várjál, ez meg lehet, hogy egyszer jól jön. Kicsavarodnak a fák, mi meg itt ülünk a szép enyhe szellő, fújdogál. Szökőkút mellett, mögött alatt. Igen, mögöttünk szökőkút.
miatt a Szlovákiában dőlnek be az erdők, úgyhogy jó helyen vagyunk itt, ne aggódjatok. Na, az osztrákoknak kitépte az erdőket tövestül a szél, mi meg itt ülünk és napozgatunk a Kárpát-medence. Jó ez a medence, alján. Érted? Medence, látod, nekünk van, van. De ne haragudj, van medencénk. Van saját hát nem érted, erre most jöttem rá. Hát mit sír mindenkinek a szája? Medencénk van. Úgy én nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Kártágó, ízd, fel vagyok én is töltődve. Na, tessék, látod, energia cserék van. Meg volt.